1956-as eseményei a lengyel-magyar szolidaritás jegyében tett. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg az Engelmayer Ákos képeiből készült tárlatot a lengyel nagykövetség titkára. Beszédében hangsúlyozta a két nemzet közti évezredes barátságot, amelyhez fogható nincs még egy a világtörténelemben. Mi mindig nagyon szeretünk a magyarokat Lengyelországban. Nagyon nagy szeretettel mindig fordul a magyar néphez, de nem szabad felejteni, hogy most a közös Európában is két országnak nagyon komoly feladataink vannak. Nagyon komoly értékek vannak, amit még mindig ápolnunk kell. Ez a történelmünk, az a keresztény gyökereink, az egész kultúra. Mi magyarok érzünk a lengyelek iránt, a lengyelek ugyanúgy éreznek irántunk is, mi sem bizonyítja jobban ez a kiállítás, mint amelyet most itt láthatnak. A tárlat képeit Engelmayer Ákos volt varsói nagykövet hosszú éveken át gyűjtötte. Először 1981-ben Poznánban mutatták be a tárlatot. Magyarországon 1991. október 23-án a Budapesti Műszaki Egyetemen rendeztek kiállítást. Azért érdekes a kiállítás, mert gyakorlatilag az eredeti képeket a szovjet és a lengyel titkosszolgálat még a kommunista időben ezt megsemmisítette, majd a rendszerváltás után a negatívumokat ismét előhívták, és ezekből varázsolták újjá ezt a kiállítást. A tárlat Budapesten kívül a vidéki városok közül csak Dunaújvárosban tekinthető meg 2015. január 26-áig az Intertiza Múzeum első emeletén. Ugye az történelem.